Köszöntök mindenkit, én Liszmér Zsuzsa vagyok a Digitális Pedagógiai Módszertani Központból, és a mai előadónk Bognár Amália, Győrben a Digitális Élményközpontban, a Mobility-ben szakmai vezető, ahol a jövő technológiáját próbálhatják ki az érdeklődők. Nagyon kis érdekes hely, volt szerencsém megtapasztalni, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Akik partnerei a digitális témahétnek, különböző programokkal és egyéb eseményekkel is támogatják azt. Úgyhogy én át is adnám neki a szót. Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Akkor én is elkezdeném ezt a webináriumot, ami ugye azt a címet kapta, hogy van egy jó programod. Ugye közeledik a digitális témahét, és most már különböző szinten állnak a pedagógusok. Vannak, akik most lépnek be ebbe a digitális világba, és vannak olyanok is, akik már ugye minden évben részt vettek ezen. Remélem tudok ajánlani olyan applikációkat, amik a kezdőknek, haladóknak, középhaladóknak, szuperhaladóknak is lehetőséget biztosít arra, hogy új dolgot lássanak. Ahogy elhangzott, a Mobility Győr Digitális E-mail Központban dolgozom, és mivel egy új központról van szó, törekedtünk arra, hogy idén mindenképpen a Digitális Téma 7 partnereként megjelenjünk, ezért már meg is szereztük ezt a kis jelvényt arról, hogy programokat ajánlottunk ehhez, leginkább Győr-Moson-Sopron megyei iskoláknak és pedagógusoknak. A webinárium története az, hogy ugye idén a digitális témahéthez műhely sorozat is kapcsolódott, amit a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szervezett, és nálunk is tartottak egyet. De az volt a feladatom, hogy 5 applikációt választak ki, és mutassak be a megjelenő pedagógusok számára. Nagy bajban voltam, mert ugye rengeteg applikáció van, és most melyik legyen az az 5, amit szívesen megmutatnék. És akkor azon gondolkodtam, hogy annyiféleképpen választunk programokat, online oldalakat, applikációkat, hogy most mindenképpen a gyerekek szempontjából szeretném ezt megközelíteni. Eddig is ezt tettem, de ugye azért ilyenkor az ember megnézi, hogy milyen tananyagot dolgoz fel, mik a céljai, hogyan szeretné azokat feldolgozni, és akkor végig gondoltam, hogy ha egy osztály ül előttem, akkor milyen típusú gyerekekkel találkozhatom. És biztos, hogy vannak sportolók, akik izegnek, mozognak órán is, vannak az álmodozók, vannak azok, akik nagyon kreatívak, akár rajztechnikát figyelembe véve, vagy éppen szövegalkotásban, és őhozzájuk választottam applikációkat. Tovább is lépnék, és megmutatnám az első applikációt. Szeretnék mindenkit kérni arra, hogyha leszeretné tölteni azt az applikációt, amit bemutatok, készítettem mindegyikhez egy QR kódot. Ennek segítségével azon nyomban a telefonjával beolvashatja azt, és letöltheti azt az applikációt, amit ajánlottam. Tehát akár okos telefonokat a kezedbe, és induljunk el. Az első applikációt, amit meg szeretnék mutatni, ez a Toontastic, ami animációkészítő, vagy kis történetet létrehozó applikáció. Nagyon szépen fejleszthető vele a szövegalkotás, és akkor most nagyon sok természettudományt oktató pedagógus felhőren, hogy jó, de akkor én mit kezdek ezzel természettudományos órán. Ez az applikáció nagyon ügyes, mert külön olyan helyszíneket is megad, amely különböző tudományos kérdések illusztrálására is alkalmas. Na most, hogyha digitális témahétre készülök, és mondjuk a gyerekek a saját telefonjaikat használják, akkor érdemes előre letöltetni azokat az applikációkat, amit használni szeretnénk, illetve hogyha az intézménynek vannak táblagépei, akkor is érdemes előre letölteni, ugyanis tudjuk, hogy a wifi az néha olyan, mint a mese, hol van, hol nincs, ezért ha ezeket az applikációkat előre lehúztuk, előkészítettük az okos eszközeinkre, akkor nem fog meglepetés érni minket, mert olyanokat választottam, amihez csak akkor kell internet, amikor letöltjük, de amikor használjuk nem, talán egy kivételével. Illetve próbáltam azokat az applikációkat kiválasztani, amihez nem kell regisztrálni, hiszen ez egy nagy előny, hogy letöltöm az applikációt, és már nézem is, hogy milyen a menüsora, mit tudok vele létrehozni, megmutatom a gyerekeknek. Ilyen ez az applikáció is, tehát nem kell hozzá regisztrálni, és még reklámok sincsenek benne. Ha
Letöltöttük, akkor egy ilyen nagyon aranyos kis felületet láthatunk, a plusz jellel tovább tudunk lépni, ahol már is kiválaszthatunk három egységből olyan történetet, ami különböző mennyiségű részekből áll. Van egy rövid történet, egy öt egységből álló történet, és ott van a természettudományos tantárgyakhoz kapcsolódó történeti alap is. Én most egy olyat választottam, ami három egységből áll, itt szépen nyomon követhetjük majd egy ilyen kis idővonalon, hogy éppen hol tartunk a szerkesztésében, és ha tovább is lépünk, akkor nyolc helyszín közül választhatunk, de ezeket szerkeszthetjük is. Nagyon aranyos kis digitális bábok közül választhatunk, hát igen, képregényben illőek, de ha a történetünkhöz saját magunk akarunk alkotni szereplőt, akkor ezt is megtetjük, tehát tényleg a nulláról megrajzolhatjuk azt, akit mi ábrázolni szeretnénk. Én is kiválasztottam most egy sellő lányt, őt is szerkeszthetem, változtathatok a színein. Sőt, ami még nagyon különleges ebben az applikációban, hogy a szereplők arcára a diákok a saját arcképüket is feltölthetik, tehát önmaguk is részesei lehetnek a történetnek. Ha kiválasztottam a szereplőket, én most egy szereplőt választottam csak ki, akkor az ujjamat, ha ráteszem, akkor mozgatni tudom, és különböző pozíciókba tudom beállítani. Ha startmezőt elindítom, akkor az visszaszámol 3, 2, 1, és elindít egy olyan felvételt, ahol nem csak a szereplők mozgatását veszi fel, ahogy az ujjammal mozgatom őket, hanem hangot is. Tehát akár a gyerekek hangját és az ő párbeszédüket is felvetik, tehát ők szinkronizálhatják a történetet. Na most, ugye először, ha először találkozik a diák ezzel az applikációval, akkor ugye érdemes először felfedezni, hogy mire képes, mit tud. Ha történetet akarunk alkotni, és egy párbeszédet fel akarunk hozzávenni, akkor ugye előre át kell gondolniuk azt, hogy miről fog szólni a történet, milyen mondatokat fognak létrehozni. De lehetőség van arra is, hogy improvizáljunk. Nagyon sok mindent fejleszt ez is, hogyha ha akkor próbálja a szöveget megalkotni. Sokkal nehezebb, hiszen biztos, hogy ebben az esetben többször újra kell indítaniuk a felvételt. Ha felvettem azt a mozgást és azt a hanganyagot, amit kigondoltam, akkor akár zenét is tehetek alá, természetesen a párbeszédek vannak, akkor érdemes nem választani hozzá, de ez is megoldható, illetve visszatérhetek az idővonalra, és ha meggondoltam útközben magam, hogy mégsem három egységből álló történetet szeretnék létrehozni, akkor hozzáadhatok még itt az alsó plusz jellel különböző állomásokat. Ha végeztem a történettel, akkor adhatok neki címet, illetve megjelölhetem azt is, hogy ki rendezte ki az, aki készítette ezt a kis animációt, kis történetet, és végig is nézhetem, tehát ellenőrizhetem, hogy ilyenre gondoltam-e, majd természetesen le is tölthetem ezt. Ez azért jó, mert ha például egy projekttel készülök a digitális témahétre, akkor nagyon jó ezeket a kis produktumokat lementeni, és egy közös digitális felületen közzétenni, hogy hát nem csak az osztályban lévők lássák egymás munkáját, hanem esetlegesen, hogyha azt megosztom, akár egy QR kóddal az iskolai folyosón, akkor azok is megnézhessék ezeket, akik mondjuk nem voltak részesei a létrehozásában. A következő applikáció szintén animáció készítő, de talán még többet tud, mint az előző. Amúgy Tóth Andor ajánlotta nekünk a központba. Ez is addig kell internet elérés, amíg letöltöm. Nincs benne nem kell hozzá regisztrálni, illetve nincsenek benne reklámok, és nagyon sok mindenre alkalmas. Itt is történeteket hozhatok létre, de itt már jobban bevonhatom a gyerekeket, nem csak azokat, akik mondjuk nagyon kreatívak és szeretnek szereplőket megrajzolni, vagy éppen nagyon irodalmárok, és ők a szövegalkotásban jeleskednek, hanem olyanokat is, akik esetlegesen az osztályban úgy elbújnak, nem szeretnek szerepelni. Ugyanis ez az applikáció, hogyha letöltöm, akkor lehetőséget ad arra, hogy akár gyurma animációt készítsek, tehát gyurmából készítsem el a szereplőket, és vegyem fel az egyes jeleneteket, illetve maguk a gyerekek is a szereplői lehetnek a történetnek. Mi a központban egy Blue Box stúdiót hoztunk létre, amúgy ehhez az applikációhoz ez nem szükséges, tehát bármilyen háttér előtt működik, nem kell egyszínűnek sem lennie, tehát akár az osztályterem fala előtt is megoldható az, amit létre akarunk hozni,
és ez egy néma animáció, illetve zene tehető majd alája, arról szól, hogy a gyerekek, mint a szobrok, megállnak egy mozdulatban, készítünk róla egy képet, és azért van ott az a nagy képernyő, ott a képen látható, mert ha arrébb lépnek a gyerekek, akkor az ő árnyékuk, az előző mozdulatuk árnyéka az ott marad. Először ezt varázslatnak tekintik, főleg a picik, nagyon örülnek nekik, és meglepődnek azon, hogy mi történt, de vissza tudnak állni az eredeti helyzetükbe, és akkor látják, hogy mennyit mozdítsák el a kezüket, a fejüket, a testüket, a lábukat, ahhoz, hogy változzon majd a végén a képsorozat. Ez a program is lehetővé teszi, hogy ezt lementsük, és ugyanúgy megosztható különböző digitális felületeken is. Nagyon jó, mert szerepet osztatok annak, aki mondjuk csak operatőrként a táblagépet szeretné kezelni, szerepelhet az, aki amúgy is nagyon szeretne, illetve lehet motiválni a többieket is arra, hogy ezt megpróbálják. Mi például itt állarcokat is adtunk a gyerekeknek, mert tényleg olyanok, mint az élő kis bábuk, akik elbújnak a bábú mögé, hogy felveszik azt a szerepet, és elfelejtik azt, hogy ők is igazából nem is szeretnek szerepelni. Nagyon jó ez is, mert különböző történetek hozhatók létre vele, nem csak magyar órán, hanem akár természettudományos kísérletet is bemutathatunk rajta. Nagyon jó kialakítható egy olyan animáció, ahol például a gravitációt szeretném megmutatni. A következő applikáció egy poszterkészítő, egy szórólapkészítő applikáció. Itt is megjelenik a QR kód, tehát ezt beolvasva lehetőség van arra, hogy azonnal le is töltsük ezt. Én a 2019-es változatot raktam ide ki, több applikáció is van, ami ezzel a témával foglalkozik. Azért tetszett ez, mert nem kell regisztrálni. Igaz, hogy megjelennek reklámok, de nem olyanok, amit esetlegesen a gyerekek nem láthatnának, illetve nagyon könnyedén ki lehet belőle lépni, nem olyan erőszakosak, és lehet folytatni a munkát. Nagyon sokszor olyan feladatunk van nekünk pedagógusoknak is, hogy gyorsan kell készíteni egy szórólapot, egy meghívót, egy posztert, na ennek a segítségével pillanatok alatt nagyon látványosat lehet létrehozni. Ha pedig a digitális projektben gondolkodom, akkor most én megint magyar óra példákat fogok felhozni, hiszen magyar történelem szakos tanár vagyok. Például nagyon jól lehet vele szereplőket bemutatni, egy regény helyszínét bemutatni, vagy éppen könyvajánlót készíteni ennek segítségével. Ha letöltöttem az applikációt, akkor a világos kép kék menüponttal tovább tudok lépni. Lehetőségem van arra, hogy meglévő plakátok közül válasszak. Tehát, hogyha nem akarok sok időt tölteni azzal, hogy kialakítsam a saját elképzelésem szerint itt, akkor választok ebből. Különböző témák szerint lehet ezt megtenni. Jóval többet, mint most, amit ez a kép mutat. És akkor kiválasztom, és a szövegeket át tudom írni, és már is készen van egy plakát. De természetesen létre tudom hozni a sajátomat is. Két menüsort láthatunk. Fölül van egy, ahol saját képet tudok feltölteni, gyorsan készíthetek is egyet, illetve színeket változtathatok. Az alsó menüpontban pedig azt láthatjuk, itt a kép alján, hogy milyen témákban ajánlanak nekünk háttereket. Ezeket ingyenesen letölthetjük, és ha ez megtörtént, akkor utána a következő lépés az, hogy kiválasztjuk, hogy milyen méretű legyen az a plakát, vagy poszter, vagy szórólap, amit el szeretnénk készíteni. Én egy világos kék hátteret választhattam, ez látszik a képernyőn. Vihetünk fel szöveget is, itt most ugrok egy picit, mert itt látható megint alul egy menüsor, ez a szerkesztő felület, tehát tudok hozzáadni a plakátomhoz szöveget, különböző matricákat, képet, effektekkel tudom ellátni, illetve hátteret is választhatok neki. Itt most éppen azt látjuk, hogy milyen matricákat tudok feltenni az adott plakátra. Ez is a felső menüsorban látható, hogy különböző témák alapján csoportosították, ezek közül választhatok. Rengeteg féle és fajta van. Az én kis plakátom ilyen lett. Természetesen ezt aztán lehet, tehát ez egy nagyon gyorsan összeállított plakát részleteiben még kidolgozni. És ami nagyon fontos, hogy ez is megosztható, akár elküldhető e-mailben a pedagógus tanári e-mailjére, vagy éppen digitális felületre is elküldhető, megosztható a Drive-unkon is. Azért lesz fontos ez a plakát, mert úgy gondoltam, hogy jó, digitális témahelyét, ugye a plakátot ki is nyomtathatom, digitálisan is megjelenthetetem, de mi lenne, hogyha abból az elkészült plakátból egyszerre tudnék készíteni egy animált képet?
hogy ez a GIF kiterjesztést szokta kapni, ezért jelenik meg a következő applikáció, szintén QR kóddal letölthető, aminek az a lényege, hogy például azt az elkészült plakátot, amit a digitális témahétre az előbb készítettem, azt animáljam különböző elemekkel. Itt sem kell regisztrálni, hála Istennek reklámok sincsenek, és internet sem kell akkor már, hogyha letöltöttem. Ez is nagyon jó szövegalkotás, szövegértés fejlesztésére is. Ugye azt talán tudjuk meg, el szoktuk mondani, hogy az a legjobb, persze, amikor először ismerkedik meg egy applikációval az ember, hogy maga készít dolgokat, és azt viszi be tanórára, de ha tényleg egy magasabb szintet akar képviselni az ember a digitális pedagógiában, akkor arra törekszik, hogy a gyerekek hozzanak létre különböző dolgokat, ugyanis iszonyúan szeretnek alkotni, nagyon hamar sikerélményük lehet, és én úgy gondolom, hogy a mai oktatási rendszerben erre nagy szükségük van, hiszen nem biztos, hogy minden gyereknek sikerül teljesíteni azokat a dolgokat, amiket elé állítanak, vagy éppen önmaga állított, vagy szülei állítottak elé. Na, ez az applikáció is egy nagyon könnyen használható felületet ad, és ez mindig fontos, úgyhogy használhatják tényleg az alsó tagozatosoktól egészen a középiskolásokig bármilyen diák, mert könnyen kezelhető, olyan is könnyedén tudja ezt megtenni, aki esetlegesen fél ezektől az eszközöktől, mert hogy diákok között is van ilyen. Központban sokszor tapasztaltuk azt, hogy úgy gondoljuk, hogy a mai gyerekek, fiatalok nagyon sok oldalt, applikációt ismernek, és ezeket kezelik. Nagyon sokszor megijednek az új dolgoktól meglepő módon, de amiben nagy az előnyük az az, hogy mernek próbálkozni, tehát nem ijednek meg ettől. Maximum segítséget kérnek a következő lépéshez. Na, hogyha letöltöttük ezt az applikációt, akkor ez lesz a kezdő felületünk, ez a kis kép ábrázolja ezt. Választhatunk itt is elkészült animációból már, amit tovább tudunk fejleszteni. Ez főleg, ha először találkozunk ezzel, nagyon-nagyon jó megoldás. De a plusz jellel itt a jobb alsó sarokban szintén tovább tudunk lépni, és elkészíthetjük a saját animációnkat, illetve feltölthetjük az elkészült képet vagy plakátot is, és azt is animálhatjuk külön. Itt látható van egy szürke kis felület, ez a szerkesztő felületünk, és alul van egy menüsor, ott látható, hogy miket tehetünk. Úgy történik az egész, hogy fogom az ujjamat, és megrajzolok egy kis elemet, ez bármi lehet. Én például, majd mindjárt látszani fog, egy kis zümit választottam, aki majd a bal felső sarokból fog lefele repülni, és éppen meg akarja támadni az egyik kis emberkét. Választhatok ugye a színek közül, ki is radírozhatom azt az elemet, ami esetlegesen nem sikerült jól. Na, hogy itt látszik, az a rész, hogy megrajzoltam egy zümit, hát ez egy óriás zümi lett. Betehetek olyan elemeket is, amiket már animáltak, tehát kiválaszthatok. Itt látszik alul, hogy különböző témák köré csoportosítják, tehát van ember, autó, természettel kapcsolatos elemek és ilyen kis manócska is. Ennek is az a lényege, mint minden animáció készítő applikációnál vagy programnál, hogy az ujjammal megrajzolom az elemet, váltok a következő képre, és az árnyéka ott marad, hogy viszonyítási alapom legyen ahhoz, hogy hova is kell rajzolnom a következő lépés, hogy tényleg fokozat látszódjon abban, hogy ez a kis zümike repült. Az elkészült képet, animált képet természetesen itt is letölthetem, megoszthatom akár azonnal a közösségi oldalon, de akár más területen is. Itt látszik, hogy feltöltöttem az előző kis plakátot, és itt látszanak azok az animációk, amiket hát tényleg pár másodperc alatt el tudtam készíteni. Tehát először láttam én is ezt az applikációt, amikor ezek készültek, úgyhogy ez a kidolgozás lehet, hogy egy kicsit látszik is, de nagyon gyorsan lehet látványos dolgokat létrehozni. És akkor, ha digitálisan akarom megosztani az előző applikációval elkészített plakátomat, akkor ha azt animálom, még látványosabb lehet. A következő két applikáció, ez is újdonság volt a számomra, és sokat gondolkodtam azon, mert ugye azt is nagyon sok helyen elmondják, és elmondjuk, hogy használjunk digitális eszközöket, használjunk applikációkat, online weboldalakat, de törekedjünk arra, hogy ezek eszközök, és ne legyenek öncélúak. Tehát ne csak azért használjuk őket, hogy mindenképpen digitálisan dolgozzunk, hanem azért, mert egyéb oktatási nevelési célunk van, amit el akarunk érni vele. Na most az első applikáció egy rulett. Ha például valamit nagyon spontán akarok eldönteni,
csoportok tagjait akarom kisorsolni, vagy szerepjátékoknál a szereplőket, ki melyik szerepet kapja, vagy például előadásokkal, prezentációkkal készültek a gyerekek, és akkor ott sem én akarom eldönteni, mint pedagógus azt, hogy ki milyen sorrendben mondja ezt el, hanem a véletlenre akarom bízni, ezt amúgy jobban szeretik a gyerekek is, hogyha ez így történik, meg nem néznek ránk csúnya szemmel, hogy miért pont őt választottuk mondjuk ki első előadónak, akkor itt van ez a kis rulett, ami abban segít, hogy véletlenszerűen kiválasztak dolgokat. Ha letöltöttem az applikációt, akkor megjelenik ez a kezdő oldal, aminek segítségével, ugye itt is a plusz jellel, létre tudok hozni ruletteket. Természetesen lehetőségem van itt is arra, hogy választak már az elkészültekből, tehát itt például van kőpapírolló játék, igen, nem, számokat is tudok sorsolni, akkor ki tudjuk sorsolni mondjuk otthon, hogyha családi vita van, hogy mi legyen a hétvégén, mondjuk a szombati ebéd, beírunk a párat a kedvencekből, és akkor senki nem néz szúró szemmel a másikra, mert hát a rulett eldöntötte, hogy mi is lesz az. A szerkesztő felülete szintén nagyon egyszerű, beírom azt, hogy mi a választási lehetőség, választhatok betűtípust, színeit is variálhatom, képet is töltetek fel hozzá, sőt hanghatást is, és igazíthatom, ugye láthatunk itt egy narancsárga szövegdobozt, hogy fölül, alul, középen legyen a szöveg, ugyanis amikor sorsol a rulettünk, akkor majd ezt meg fogja nekünk mutatni nagyban is. Itt látható, hogy milyen választási lehetőségeket írtam az én ki, amikor ezt szerkesztettem. Ott is megjelöli azt, hogy legfeljebb 50 ilyen választási lehetőséget tudok elkészíteni, illetve nagyon könnyedén törölhetem is azt, amit nem szeretnék mégsem. Ugye minden dolgot az applikációk esetében úgy fogadok el, általában vagy a jobb felső sarokban, vagy az alsó sarokban megjelenek egy pipa, tehát ha szerkesztettem a felületen bármit is, akkor ezekkel tudom elfogadni azt a beállítást, amit kigondoltam. Még további lehetőségem van arra, hogy téma szerint hátteret válasszak a rulettemnek, illetve aztán megjelenik az elkészült rulett. Én most a digitális témaihez kapcsolódó szavakat írtam be, mondjuk például azt, hogy akarom-e a szülőket bevonni, annyira bizonytalan vagyok ebben, hát én most ezt a rulettre fogom bízni, és ő eldönti, hogy akarom-e ezt vagy sem, hát ő nagyon szépen eldöntötte, hogy igen, két applikációval fogok dolgozni, és a szülőket is be fogom vonni ebbe. Amúgy nagyon ajánlom, szerintem nagyon hatásos az, hogyha a digitális témahét más nem a végén látják azokat a produktumokat a szülők, amiket a gyerekek alkottak, illetve nagyon jó bevonni is őket a közös alkotásba. Nagyon hatásos lehet, és nagyon sok eredményt hozhat. Természetesen a rulett megosztható különböző felületeken, összesíti azokat az eredményeket, amiket kisorsolt, és lehetőségem van arra is, hogy a már kisorsolt elemeket eltávolítsam, tehát nem akarom, hogy mondjuk egy csoportbeosztásnál jó, ha még kiveszük azt a nevet, amit már tudunk, hogy melyik csoportba osztunk be, de van, ha más jellegű a téma, akkor benne is hagyhatunk, tehát lehetőséget adunk arra, hogy újra megjelenjen az a válasz. A másik felület az egy olyan kis gömb, amit a lottósorsolásnál szoktak használni, ugye golyók vannak benne, és van egy ilyen applikáció, amivel létrehozhatok én is saját kis lottósorsolásos gömböt, tehát nem muszáj számokat létrehozom, erre is lehetőségem van. Nagyon jó például farsangon, hogyha digitálisan akarom a tombolát húzni, akkor a számokat szépen így ki lehet sorsolni, de hogyha én például kérdéseket szeretnék feltenni, és azokat kisorsolni, akkor is ezt is megtehetem. Van egy, itt is nagyon hasonlóan a rulethez, nagyjából ugyanaz a szerkesztő felülete, beírom a kérdést, szerkesztem, hát képet tehetek hozzá, hanghatást is kapcsolhatok hozzá, színét kiválaszthatom, hogy milyen golyóban jelenjen meg, itt lehetőségem van arra akár, hogy témák szerint csoportosítsam a kérdéseket, tehát a pirosak lesznek a turis kérdések, a kékek a magyar, a sárgák a természetismeret, és így tovább, tehát lehetőségem van mondjuk egy projektzárásnál ezzel esetlegesen összefoglalni, hogy az adott héten milyen kérdéseket válaszoltunk meg, milyen témákban. Fel lehet tölteni ide is képet, tehát itt megint használtam azt a plakátot, amit az előző applikációkkal hoztam létre, illetve meg is hozhatom ezt a sorsoló kis eszközt.
Na most öncélú akkor, hogyha tényleg csak azért teszek bele kérdést, hogy mindenképpen digitálisan dolgozzunk, tehát akkor öncélú lesz az eszköz használatom, de például, ha gyerekek hoznak létre adott témában kérdéseket, és azt megmutatják egymásnak, és az a feladat, hogy egymás kérdéseit válaszoljuk meg, akkor már elértem azt a célt, hogy párban dolgozzanak, hogy a tananyag adott témáját feldolgozzák, éppen mondjuk egy rendszerező vagy egy ellenőrző órán összefoglalják az adott témának legfontosabb kérdéseit, vagy éppen legfontosabb fogalmait, ekkor már nem lesz öncélú a digitális eszköz. Itt kihagyja nagyba a kérdést is, hogy mi az, amit a golyó tartalmazott, tehát nem kis apró betűkkel, hanem egész nagyban láthatóvá válik. A következő applikáció az egy szófelhőkészítő applikáció. Én általában a szófelhőt online oldalon szoktam szerkeszteni, aztán amikor ráakadtam erre az applikációra, nagyon-nagyon megörültem, mert hogy sokkal egyszerűbb a felülete, és sokkal könnyebben kezelhető, mint az online oldalé. Tényleg látványosat gyorsan lehet létrehozni. Jaj, a kód lemaradt, mutatom azt is. Többféle fajta van ebből is, tehát hogyha valaki a Pléjáruházba fellátogat, akkor többféle fajtát fog látni. Nekem ez volt a kedvencem, ugyanis a következő történik. A Start gombra kattintva megkapok egy ilyen felületet, ahol már eredetileg vannak benne szavak, hogy lássam, hogy ez egyáltalán micsoda, de ez az összeset egy kattintással az alsó menügombbal ki tudom törölni, majd be tudom írni a saját szavaimat, plusz jelet tudok mindig újat és újat hozzátenni. Természetesen a szófelhőt már nagyon sokan használták, nagyon jó. Itt is persze alkalmas arra, hogy a pedagógus bevigyen egy szófelhőt, akár mondjuk főnevekkel, és akkor ki kell választania mondjuk, hogy melyik a köznév, melyik a tulajdonnév, vagy természetismeretből megint egy rendszerező órán beírom a kulcsszavakat egy szófelhőbe, és akkor a gyerekeknek meg kell válaszolniuk. Sokkal, de sokkal hatékonyabb és hatásosabb, hogyha a gyerekek maguk alkotnak ilyeneket, és ők alkotják meg azokat a kulcsszavakból álló szófelhőjüket, amiben például azokat helyezik el, amiket mondjuk fizika órán tanultak a legfontosabb fogalmakból, mert így a tanár is fel tudja mérni például azt, hogy melyek azok, amik emlékeznek, és melyek azok, amiket esetleg még meg kell erősíteni, vagy gyakorolni kell. Ha beírtam a szavakat, akkor itt az alsó, a kép alsó részén látható megint egy menüsor, ugyanúgy, mint online oldalon, kiválaszthatom, hogy milyen betűtípussal dolgozunk. Itt érdemes nézegetni, hogy melyik az, ami az ékezetes betűket szereti, hogyha nagyon tartani akarom magam ehhez. Különböző alakzatokat választhatok, színezhetem őket, a hátteret, a magát, csak a körvonalat, vagy éppen a betűket, illetve a szöveg irányát is meghatározhatom. Ennek köszönhetően az én szófelhőm az ilyen lett, mert nagyon szeretem a digitális témahetet. Ezért van szívecske, és természetesen, hopsz, még azért egy picit visszaugrok egy mondat erejéig, ez is megosztható, letölthető, tehát szintén digitális felületre, vagy akár kinyomtatva az iskola folyosóján bemutathatjuk a többieknek. Na most, a programozás nagyon sokszor előtérbe kerül, és azok, akik nem informatika tanárok, azok nagyon hamar megijednek ettől, pedig hát ez a világ afelé fejlődik, hogy tényleg mindenkinek szüksége lesz valamilyen minimális szintű programozói ismeretre, illetve nagyon fontos, hogy az algoritmikus gondolkodást fejlesszük, akár például történelem órán is. Két applikációt szeretnék ajánlani. Az egyik kicsiknek való, programozás gyerekeknek ez a címe. Ennek az a lényege, hogyha letöltöttük, akkor látunk egy olyan felületet, ahol egy kis robot négyzetrácsos pályán éppen az akkumulátorát keresi, és itt látható, hogy különböző irányú nyilakkal választhatok ki. Ezt beteszem a kis négyzetekbe, ezzel fölállítom a saját programsoromat, amivel irányítani akarom a robotot, és a fő célom tehát az, hogy elérje az aksiját, és nagyon jól fejleszthető vele a térbenlátás, a térirány, tehát például első osztályban, ahol mondjuk a gyerkőcöknek nagyon nagy gondot okoz, mert ezt szerintem felső tagozaton is néha megjelenik a jobb és a bal, azt nagyon szépen lehet ezzel fejleszteni, tehát már ezért érdemes gyakorolni vele is rajta. Azért is szeretem ezeket az applikációkat, mert semmilyen programozói előismeret nem szükséges hozzá,
Tehát a gyerekeknek ezeket az alapdolgokat elmondjuk, akkor utána ők már önállóan tudnak ezen dolgozni. Nagyon fontos az önállóság is. Sokszor megtapasztalható egy órán, hogy ugye vannak, akik gyorsabban dolgoznak, vannak a fontolva haladók, és akkor a gyorsabban dolgozó azért stresszel, mert már haladna tovább, de nem tud, vagy nem kapott feladatot, mert meg kell várni mondjuk a fontolva haladót. Fontolva haladó azon stresszel, hogy hát ő megint lemaradt. Na most ezek az applikációk lehetőséget biztosítanak arra, hogy saját tempójukban dolgozzanak, tehát, és különböző pályákat hajtsanak végre különböző szinteken. Nagyon egyszerűek az utasítások, ezekkel az ikonokkal könnyen elérhető az, hogy egy programsort felállítsunk, és Isten igazából akár mini rejtvényként is felfoghatjuk őket. És ami nagyon fontos megint, hogy akkor enged tovább, hogyha hibátlan a programsorom. És azért jó, mert a gyerekeknek el tudjuk mondani azt, hogy nem baj, ha hibáznak. Ugyanis a programozás nál egy jó programozó csak akkor ad ki programot a kezéből, hogyha azt ugye tesztelte. Ez a programozásnak az egyik állomása, hogy hibát keresek, hibakeresés. És itt tudatosítani kell a gyerekekben, mert valahogy ebben a világban ez is úgy elveszett, hogy nem baj, ha hibázunk, hiszen abból tanulhatunk. Ha felismerjük a hibákat, és ki is tudjuk javítani, akkor sokkal előbbre jutunk, mintha nem is tudjuk, hogy hibáztunk esetleg, mert észre sem vesszük, vagy éppen ott hagyjuk a hibát, és nem akarjuk megoldani. Na itt nem enged tovább a pálya addig, amíg, vagy az applikáció addig, amíg a pályámon a programsorom nem hibátlan, és igenis rögzíteni tudom azt, hogy a hibakeresés a programozás egyik fontos állomása. A másik program, a Livebot, az egy kicsit talán nehezebb pályát ad, hiszen már nem csak viszintesen, hanem függőlegesen is mozgunk. Itt is ugyanúgy ikonokkal lehet a programsort felállítani. Itt jobb oldalt láthatom egy kész programsor rugóval, lámpácskával, nyilakkal, ami azt fejezi ki, hogy ez a kis manócska hogyan mozog az előttünk lévő pályán. A Livebot azért is jó, mert ha teljes először használjuk, akkor megmutatja a kezdő lépéseket, hogy mit hova kell húzni, illetve az is nagyon jó benne, hogy folyamatos fejlődésre ad lehetőséget. Nehézségi szintek vannak, ahol új fogalmakat és új eljárásokat, programozói lépéseket lehet bevezetni. Tehát van arra lehetőség, hogy fejlődjünk. A különböző szintek elérése pedig ugye egy játékosítási elem, tehát ezt a gyerekek nagyon fogják szeretni szintén. Következő applikáció, két applikáció, az szintén nagy kedvencemmé vált. A Forest tett ezt az applikációt, Fülöp Hajnalka ajánlotta nekem, IT biztonsággal kapcsolatban tartott egy előadást, ahol abból a szempontból közelítette meg ezt az applikációt, hogy nagyon sok szülő nem tud mit kezdeni azzal, hogy a gyerekek sokat nyomkodják a telefont, és mondjuk nem tudják úgy szabályozni, ahogy szeretnék. Ez egy játékos applikáció, amivel rá lehet bírni esetlegesen a gyereket, vagy lehet alakítani azt, hogy mennyit használja a telefonját. Ugyanis a Pomodoro, az egy olasz szó, hát nem tudom, hogy jól ejtettem-e, de majd az olasz szakosok kijavítanak engem, ami paradicsomot jelent. Ugye amikor például a konyhában tojást főzünk, akkor szoktunk időzítőt beállítani, akár a telefonunkon is. Pomodoro az egy ilyen kis paradicsom, aminek a tetejét le lehetett nyomni, és mindig jelzett akkor, hogyha lejárt az idő, és mondjuk a tojást ki kell vennünk a vízből, mert megfőtt. És erre építve alakították ki ezt az applikációt, ugyanis nagyon fontos, hogy a projektek során legyen produktív időnk, amikor tevékenykedünk, amikor létrehozunk valamit, illetve ezeket a tevékeny szakaszokat kis szünetekkel próbáljuk részekre bontani, illetve lehetőséget biztosítsunk arra, hogy pihenjünk egy kicsit a két tevékenység között. És az a lényege, hogy egy erdőt fogunk létrehozni azáltal, hogy mondjuk a képernyőn köz nem nyúlunk. Elindítjuk az időzítőt, 10 perc a legalacsonyobb érték, amit be lehet állítani, amúgy nagyon sokfélét, és ha elindítjuk az időzítőt, és nem nyúlunk a képernyőhöz, akkor a jutalmunk egy fácska lesz. Most éppen az látható, hogy hozzányúltunk a képernyőhöz, és mivel elcsábultunk, ezért csak egy száraz kórót, egy száraz fa darabot kaptunk. Ha ügyesek vagyunk, akkor különböző
erőcskét tudunk létrehozni, ugyanis lehetőség van arra, hogy ne csak egy típusú fát szerezzünk, hanem különböző típusúakat, és így például kialakítsuk a saját időbeosztásunkat. Na most csapongani fogok ugyanis egy. Lehet használni ezt az applikációt úgy, hogy otthon a telefonfüggőséget próbálom a gyerkőcömmel szemben korlátozni, azzal, hogy igen, játékosítottuk, építs magadnak egy erdőt, 25 perc az, amíg, vagy fél óra, amíg most nem nyúlhatsz hozzá, nézzük meg, hogy ezt hogyan bírod, és szerezz egy fát. Vagy projektek során tudom úgy használni, hogy általában csoportmunkában úgy is szoktunk időfelelőst választani. Az ő feladata az, hogy legyen olyan digitális eszköz, ahol méri az időt, és itt a csoport szintén azzal, hogy produktívan dolgozik, tevékenykedik, alkot éppen digitálisan másik eszközön, közben egy fát is szerezhet, hiszen azt a 25 percet azzal töltötte, hogy ő létrehozzon valamit, gondolkodott, akár egy problémát, kihívást oldott meg. Tehát projekt során is használhatjuk ezt az applikációt. A harmadik, ami módon használható, az az időbeosztás. Nagyon sokan vagyunk szerintem úgy, én magam is, hogy próbálom beosztani az időmet, mennyi időt van a családra, a hobbimra, a munkámra, a munkámon belül, melyik feladatra, mennyi időt töltök, és lehetőségem van arra, hogy a fa típusokkal ezt jelöljem, majd a hét végén különböző összegző diagramokkal lássam azt, hogy mivel mennyit töltöttem. És ez nagyon szépen megmutatja, hogy azon a héten esetlegesen hol lehetett volna még időt nyernem, akár például a családom számára, hogyha mondjuk azzal az adott feladattal nem töltök el annyi időt, mert hogy ezt megoldhattam volna esetlegesen másképp is. Úgyhogy nagyon sokrétűen használható ez az applikáció, okos órával is együtt működik. Másik hasonló dolog, a következő, ami szintén egy időbeosztást elősegítő applikáció. Ugye nagyon sokat beszélünk a boldog életről, hát kinek mi jelenti a boldogságot. Az időbeosztásunk azonban biztos, hogy hozzájárul ehhez. Ez az applikáció tudja követni a hangulatomat. Tehát például, ha letöltöm napi szinten egyszer, általában este biztos, hogy megjelenik egy kis ablakocska a telefonomon, és megkérdezni, hogy milyen volt a napom. És bejelölhetem különböző smiley segítségével, hogy az milyen volt. Hozzákapcsolhatok különböző ikonokat, hogy mihez kapcsolom azt az adott hangulatot, tehát most filmet néztem, és az szuper volt, vagy éppen a munkahelyemen volt valami nagyon jó dolog. Szövegesen is hozzáfűzhetok valami megjegyzést, ezt különben mindenkinek nagyon ajánlom, mert a hétvégén ugye lehet szintén itt is összegezni az eheti tevékenységet, és nagyon jó visszaolvasni, hogy igen, amikor az embernek a hangulata változott, de hát mennyire jó volt a hétfő, mert ott jól oldotta meg egy feladatot, vagy mennyire jó volt a szerda, mert végre volt időnk arra, hogy egy közös családi filmézést tegyünk meg, vagy éppen végre volt időnk társas játékozni is. De lehetőség van arra, hogy azt is lássuk, hogy hol lehet az időnket úgy alakítani, hogy még hatékonyabbak legyünk. A lehetőség van arra, hogy a napi cselekedeteinket elemezzük. Nagyon fontos, hogy hétvégén, tehát itt is van statisztika, illetve mivel egy digitális naplóról is beszélünk, szövegesen is hozunk létre információkat, ezeket összeköthetjük a Drive-unkkal, és lehetőségünk van arra is, hogy biztonsági zárral ezt lezárjuk, hiszen nem mindenki szereti, hogyha a naplóját olvasgatják. Amikor ezt az applikációt kerestem, akkor voltak olyan oldalak, kimondottan egészségügyiggyel kapcsolatos oldalak, ahol érdemes volt elolvasnom, és nagyon örültem, hogy ezt megtettem a hozzászólásokat. Ott például krónikus betegségben szenvedők, például depressziós emberek szóltak hozzá, hogy mennyire jó ez az applikáció, mert sokkal látszik, hogy hol változik a hangulatuk, ezt meg tudják mutatni az orvosuknak, és ebből különböző következtetéseket tudnak levonni. Vagy éppen nagyon jó volt egy autista számára, hogy oldja a stresszt, hiszen ez az applikáció biztonságot adott neki, hiszen minden nap jelezte, akár óránként is jelezheti, hogy mi történt vele, és nyomon követhető, illetve beoszthatja előre, ők ugye nagyon szeretik ezeket, és ezeket nagyon szépen le is követik, tehát nem nagyon szeretnek ettől eltérni, biztonságot és stabilitást nyújtott számukra. Tehát az egyik hozzászóló például ezt fogalmazta meg ezzel kapcsolatban.
Én ajánlom mindenkinek, én most már pár hete használom, és egyrészt ugye nagyon játékos, mert ha akarom, akkor csak a hangulatomhoz hozzárakom a kis ikont, és ennyit rögzítettem. Lehetőségem van arra, hogyha éppen nincs kedvem ehhez, akkor csak kinyomom a kis ablakot, és nem jelölök be semmit. De ha például valaki tényleg szereti vezetni, hogy aznap mi történt vele, akkor ez digitális naplóként nagyon szépen működik. Ajánlom mindenki figyelmébe. Azért is fontos, mert főleg, ha kamaszokkal dolgozik, serdülőkkel, fiatalokkal az ember, akkor nagyon sokszor találkozik depressziós gyerekekkel, vagy éppen olyanokkal, akik céltalanok. Na most itt egy hetet, egy hónapot is lekövethetünk, és esetleg közösen összeülhetünk, ha erre nyitott természetesen a diák, hogy megbeszéljük, hogy mi történt vele, mi lehetne javítani, hol ossza be jobban az idejét, hol foglalkozom egy kicsit többet a tanulással, vagy éppen hol kellene abból csippenteni, hogy a barátaival találkozzon, mert hogy vannak olyan diákok is, akik ugye nagyon teljesítményfüggők, és ezért például a közösség úgy kimarad az életükből. Szóval ez az applikáció maximálisan alkalmas erre. Biztos hallottunk róla, nemrég volt a hírekben, hogy egy fiatal életét ez az applikáció mentette meg. Ezt Pánikomnak nevezzük. Nagyon-nagyon jó. Például ma nyugdíjasok, időskorúak voltak a központban, és nekik is elmondtuk, hogy a digitális világtól nem kell tartani, mert nagyon sok hasznos oldala van. Például ez az applikáció is olyan. Hogyha letöltjük, akkor és kitesszük a kezdőképernyőre, és éppen azt érezzük, hogy rosszul vagyunk, például egy nyilvános helyen, akár egy buszon, akár egy aluljáróba, bárhol, akkor ha még van annyi erőnk, hogy ezt a pánikgombot megnyomjuk, akkor hiába vagyunk lenémítva, egy férfi hang nagyon hangosan, érthetően, tagolva elmondja, hogy éppen a tulajdonos az rosszul van, és segítséget kér. Azért jó nagyon, mert nagyjából ezt a szöveget olvassa fel, amit a képen látható, azért jó nagyon, mert nem csak annak segít, aki bajban van, hanem annak is, aki a segítségére siet, ugyanis szépen a hang folytatja, hogyha arra kerülne a sor, tényleg a legrosszabb, hogy újra kell éleszteni valakit, nem biztos, hogy egy ilyen válsághelyzetben mindenki emlékszik arra, hogy mit tanult erről, vagy éppen tudja, hogy hogyan kell azt szabályosan végezni. A hang nagyon hangosan felolvassa, hogy mit kell tenni, hova kell tennünk a kezünket, milyen ütemben nyomjuk le a mellkast, ez csipogással, tehát nem számol, de csipogással jelzi, hogy ezt hányszor kell és milyen ütemben megtennünk, és hányszor kell megismételnünk, illetve természetesen az applikáció elején elmondja, hogy melyik telefonszámot kell hívnunk, hogy hát olyan segítség érkezzen, tehát szakértők érkezzenek ahhoz az emberhez, akinek segítségre van szüksége, tehát akár a mentőket is hívni tudjuk, és addig életbe tudjuk tartani azt, aki éppen rosszul van. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos applikáció, amiről nem csak az időseknek, hanem a fiataloknak is tudnia kell, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor van erre szükség. Ez az applikáció, hogy egy kicsit vidámabbal fejezzük be majd a történetünket, meg ezt a kis webináriumunkat. Ez egy olyan applikáció, amely lehetőséget ad arra, hogy a kiterjesztett valóság eszközével éljünk. Na most itt regisztrálni kell, illetve internet szükséges hozzá. Azért is hagytam a végére, mert az összes eddig bemutatott applikáció az csak... ahhoz csak addig kellett internet, amíg letöltöttük, a használatához amúgy nem. Tehát, hogyha tényleg valamelyik intézményben ingadozik a wifi, akkor ezekben lehet bízni, mert biztos, hogy tudunk vele dolgozni. Na most ez az applikáció lehetőséget ad arra, hogy virtuális elemeket helyezzünk el, amihez vagy a telefonszámunkkal, vagy pedig a Facebookunkkal tudunk csatlakozni, és a GPS koordináták alapján mutatja meg a helyünket, ugyanis például tegyük fel, hogy egy városban sétálunk, és megtetszik egy szobor, amihez egy nagyon szép megjegyzést tennénk. Sajnos természetesen, mivel nyilvánosságra hozhatóak ezek az üzenetek, vannak nem éppen szalonképes üzenetek is, amikkel találkoztatunk, de hogyha megtanítjuk a gyerekeknek, hogy ez mire való, akkor ha nem is mindenkivel, de megérthető, megértethető az, hogy ennek milyen haszna lehet.
Tehát, ha regisztráltunk a telefonszámunkkal vagy a Facebook csoportunkkal az applikációra, akkor készítünk egy képet, amihez hozzáadhatunk fotókat, matricákat, rajzolhatunk az ujjunkra rá bármilyen alakzatot. A GPS-ünk rögzíti ezt a helyet, és lehetőségünk van arra, hogy a barátainkkal ezt az üzenetet megosszuk. Na most vagy nyilvánosságra hozom, és az applikáció térképén megjelenik az, hogy mondjuk Győrben én a Dunakapu téren elrejtettem egy üzenetet, vagy ha csak egy privát üzenetet szeretnék megosztani, amit csak például azt szeretném, hogyha csak a tanítványaim lássanak, akkor ővelek tudom ezt megtenni. Ha megosztom a tanítványaimmal, akkor nagyon könnyedén létrehozhatok egy digitális kincskeresőt, kódvadászatot, hiszen könnyedén tudok feladatokat elrajtani benne, és a GPS koordinátáknak megfelelően akár a belvárosban állomásról állomásra tudom irányítani a gyerekeket, ahol tényleg akár a tananyaghoz, akár a városhoz kapcsolódóan feladatokat oldanak meg. Úgy tudják leolvasni az üzenetet, hogyha a koordinátákat tudják, hogy a fal felé vagy a szobor felé, tehát mindenképpen egy felület felé fordítják a telefonjukat, és akkor már az applikáció ezt be is olvassa, és láthatóvá válik. Én úgy gondolom, hogy azért is nagyon jó, mert QR-kóddal is szoktunk ilyen kincsvadászatokat létrehozni, de ugye ha előre ki kell tennem ezeket mondjuk a város utcáira, akkor vagy ha esik az eső, elázik a QR-kód, persze laminálhatom, tehát megoldhatom ezt, vagy éppen lesznek olyan emberek, akik a kiírás ellenére eltávolítják, akkor megint a kincskeresésem megakadhat. Na most ezt a kiterjesztett valósággal elkészített üzenetet nem tudják eltüntetni. Itt látható egy Eiffel-tornyos kép, ahol éppen egy virtuális elem jelenik meg. Illetve itt látható egy térkép, hogy hol, hát most nem Magyarország ugyan, de látható, hogy hol találhatóak ilyen üzenetek, vagy éppen hány darab abban az adott városban, azon az adott településen. Akár egy honismereti túra is kialakítható ezzel, különböző információk megosztásával. Tehát mondjuk egy város felfedezése nagyon érdekes lehet így, és akkor már is a sportolók is meg fognak nyugodni, hogy visszatérjek a webinárium elejére, mert hogy ezzel mozogni fognak, az biztos, és digitális eszközöket használnak, amit a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek. És olyan oldalakat mutatunk meg nekik, olyan applikációkkal dolgoznak, amelyek hasznosak, amelyek különböző képességeket fejlesztenek. Így nem csak közösségi oldalakat fognak látogatni, nem csak egyszerű játékokkal fognak játszani, bár azokban is nagyon sok fejlesztő hatás fedezhető fel, hanem tényleg olyan dolgokkal, amiket a tanuláshoz is felhasználhatnak és hasznosak lehetnek. Én ennyire gondoltam, ezeket az applikációkat választottam ki. Annyit szeretnék még elmondani, hogy már sok fórumon elhangzott, hogy ugye a digitális témaira lehet regisztrálni, a Mobility Győr Digitális Élményközpont is megtette ezt partnerként. A térképen kékeljelzik azokat az iskolákat, akik már regisztráltak az eseményre, illetve pirossal a partnereket. Én azért emeltem ki Győrt, mert hát ugye mi helyezkedünk el, és látható, hogy azért ott is elég sok intézmény regisztrált már erre az eseményre. Ez mindig nagy örömmel tölt el bennünket is, hiszen egyrészt az is a célunk, hogy pedagógusok szemléletét egy kicsit megnyissuk a digitális pedagógia felé. Én köszönöm szépen a figyelmet, és most jöhetnek a kérdések, hogyha esetlegesen van. Ugye talán a kérdések akkor jelennének meg jobban, hogyha már gyakorlatban próbálnánk, és ismerkednénk az applikációval, hogy biztos akkor felmerülnek ilyenek. A Facebookon is elérhető vagyok, hogyha esetlegesen ilyen jellegű segítségre van szükség, akkor én ezt szívesen felajánlom, és ha tudok, akkor segítek ebben. Ezek tényleg olyan applikációk, amikkel, hogyha csak egy tanórán egyetlen egyet szeretnék kipróbálni, mert még eddig nem foglalkoztam a digitális eszközökkel, de most itt a témahét, és szeretnék bevinni egy ilyet, és meg akarom próbálni, akkor ezek közül, ha egyet választunk, és tényleg látványos dolgokat tudunk létrehozni úgy, hogy azt a tananyagtartalomhoz össze tudjuk kapcsolni.
Ennek ez a neve akármilyen furcsa, ez egy magyar fejlesztés, hogy programozás gyerekeknek. Tehát a Playáruházban felmegyünk, és ezt beírjuk, akkor ki fog jönni egy fekete kis robotarc, és ezzel nagyon egyszerűen, tényleg alsó tagozatosok is, akár már alsósok a nyilak segítségével egy programsort tudnak felállítani, és ahogy említettem, önállóan tudnak dolgozni, nem kell előismeret, és nagyon hamar sikerélményük lehet. Különböző pályákat tudnak kipróbálni, és különböző szintekre élhetnek el. Emlékeim szerint 3 szint van, egy szint pedig körülbelül 16 pályából áll. Digitális felületeknél applikációként és online oldalként is megjelenik a Linó. Ezt úgy kell beírni, hogy Linoid. Én nagyon-nagyon szeretem, mert ez egy olyan felület, ahol ilyen színes kis cetliket tudok elhelyezni, tehát szöveges információkat is el tudnak rajta helyezni a gyerekek, miután én, mint pedagógus létrehoztam azt a felületet, illetve képeket is fel tudnak tölteni rá. Tehát ha például az applikációk segítségével elkészítettem egy plakátot, azt letöltöttem képként, akkor azon nyomban azt, hogy ha előre elkészítettem a felületet, mondjuk egy QR kóddal elrejtettem az elérhetőségét, beolvassák a gyerekek, azon nyomban ezt a plakátot fel is tudják rá tölteni. Talán ez a legegyszerűbb, én nagyon-nagyon szeretem. De rengetegféle van ehhez is, de jó egy Drive, Google Drive felület is erre. A Lino az látványos, színes, könnyen kezelhető szintén, és ahhoz is van applikáció is. Hogyha digitális felületről beszélünk, akkor én ezt ajánlanám. Órákon, hát nálunk úgy volt, hogy a házirendben benne volt, hogy az osztálynak le kell adni a telefonját, mi ezt összegyűjtöttük, de természetesen oktatási célú felhasználásra az a pedagógus, aki ezt szerette volna kipróbálni az óráján, bevitte az osztály dobozát, amiben benne voltak a telefonok. Különböző módok vannak erre, hogy melyik iskola hogyan szabályozza. Valahol ott maradhatnak a gyerekeknél ezek a telefonok, és csak akkor veszik elő, ha tényleg az órán a tananyaghoz kapcsolódva használják. Mi például elvettük, tehát erről mindig itt zajlik, hogy mi a jobb, mi a nem. Ugye én azt vallom, hogy addig, amíg a gyerekek, én általános iskolába tanítottam, nem tanulják meg azt, mert ezt meg kell tanulniuk, hogy egy digitális eszköz az felelősség is, és igenis van netiket, tehát tudnom kell, hogy a digitális felületen hogyan nyilvánulok meg. Nem használom fel mások dolgait, vagy éppen hogyan hivatkozom le, vagy ha nem használom fel másik képét, nem élek vissza vele, amíg ezt nem tudják, addig lehet, hogy érdemes beszedni, és folyamatosan megtanítani ezt, és mondjuk 7.-8. mesét adni arra, hogy igen, most már megtanultuk, beszéltük róla, sokszor kipróbáltuk, akkor most nézzük meg, mi történik akkor, hogyha nálatok marad. Úgyhogy ez mindig érdekes kérdés, hogy mi történik a telefonokkal, vagy hát a gyerekek telefonjaival. Nem tudom, esetleg még kérdés. Köszönöm szépen én is a visszajelzéseket. Ez nekem nagyon jól esik. Nagyon izgulós vagyok, úgyhogy mindig jó, hogy amikor itt a végén azt mondják a kollégák, hogy azért érdemes volt végighallgatni. Úgyhogy köszönöm szépen. Akkor köszönjük szépen, és szép estét kívánunk. Várunk mindenkit a többi webináriumon is. Köszönjük.